Köszöntöm Önöket! Első közgyűlését tartotta az országgyűlési választásokat követően Kecskemét képviselő testülete. Úgy terveztük, mai adásunk középpontjában a testület döntései állnak. Nemrég kaptuk azonban a megrázó hírt, hogy elhunyt dr. Svébis Mihály, a Bácskiskun megyei oktatókórház főigazgató, főorvosa, Kecskemét díszpolgára, proszanitáte díjjal, Bácskiskun megyér díjjal, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend lovakkeresztjével kitüntetett főorvos, aki sok más elismerés mellett a szemmelvezdíjat és a megyei Préma Díjat is átvehette. Így adásunk elején ráemlékezünk. Köszöntöm itt a stúdióban Szemereiné Pataki Klaudia polgármestert, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Polgármester asszony túlzás nélkül állítható, hogy megrendült a város, dr. Svébis Mihály halálhíre miatt. Mai adásunk ezért elsőként mindenek előtt tiszteletadás az ő emlékének. Mit köszönhet Kecskemét dr. Svébis Mihály főigazgató főorvosnak? Nagyon nehéz megszólalni, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sokan ismertük főigazgatórat, személyesen is, szakmai szempontból is, magánéletből és az egyházi élet szempontjából, a civil tevékenysége, a szakmai is oldaláról. Egy nagyon-nagyon sok oldalú főigazgatója volt kórházunknak és városunk elismert díszpolgára. Bennem egyfolytában csak a miértek fogalmazódnak meg, amióta meghallottam a, súlyos betegségét, és hogy az ellenő, hogy küzdött a betegség ellen, és az utolsó utáni pillanatig is reménykedtünk, hogy hát ha van olyan kezelési módszer, ami mégiscsak csodára képes. De nagyon sokat köszönhetünk neki személyesen is, és a szakmai munkájának és a vezetői munkájának is, mi kecskemétiek. Megújult részlegek kerülnek a, a fő épület mellé, ugye, folyamatosan, mióta ő főigazgatóit itt Kecskeméten, azóta folyamatosan épül át infrastruktúrálisan is a kórház, de szakmailag is folyamatos fejlődésen megy keresztül és a várossal együttműködve pedig tudtuk a környezetét is rendezni a kórháznak, ezt látjuk most. Ugye ő mindig hitt az álmokban, és szerinte elérhetőek voltak ezek, és ezt látjuk, hogy igenis elérhetőek, és el is érte amit eltervezett és, és szeretett volna önmagának is, a szakmai stábjának is, orvosainknak is, a megyének is, és elsősorban a betegeknek és a lakosságnak, hogy minél magasabb színvonalú ellátást kapjanak a kecskemétiek, illetve a megyében élők. Sok milliárdos fejlesztés érkezett a Bácskiskon megyei kórházba az ő főigazgatói tevékenysége során, és valóban sorolhatnánk a beruházásokat, a fejlesztéseket, de talán az emberi oldala még inkább fontos, hogy mit adott ő emberként azoknak, akikkel találkozott, mitől volt ő hiteles ember, és mi miatt szerették őt oly sokan ön szerint. Nem volt olyan perc, nem volt olyan telefonhívás, nem volt olyan kérés, nem volt olyan időszakja a napnak, hétvégének, nyárnak, szabadságnak, hogy ne állt volna a rendelkezésünkre. Azonnal szolgált, mindenkit azonnal segítségére volt mindenkinek, aki hozzáfordult segítségként, és tényleg azt gondolom, hogy abszolút elismerték ezt a munkatársai is, és sokan ebből a szempontból szerintem nagyon-nagyon sokan tisztelik és szeretik a város, városunkban. Mi a legmeghatározóbb emlék, amit őriz róla a polgármester asszony? Hát a legmeghatározóbb emlék az, amikor ö, ö, együtt kitaláltuk a kórháznak és az egyetemünknek a sorsát. Hiszen ez egy óriási döntés volt a város életében, hogy a régi kórház helyét, a régi kórház helyé megépülhetett az egyetem, és ebben Svébis főigazgató úr partner volt. Segítette a munkánkat, és meg tudtuk közösen valósítani utána azt a célkitűzést is, hogy nem csak romboltunk, hanem építettünk is közösen, és közöset építettünk, hiszen egyetemet és kórházat újraépítettünk együtt. Számomra ez a legmeghatározóbb élmény, és azt gondolom nem csak nekem személyesen, hanem az egész városnak így egy igazi méltó ö, emléket és egy méltó ö, olyan. Központot és olyan intézményeket hagyományozunk a városra, és hagyományozunk a közösségnek, amely a jövőnket szolgálja, és hosszú-hosszú évtizedeken keresztül fogja a városunkat és az itt élőket szolgálni. A munkatársai kapcsolaton túl, barátként, emberként, mi az, amit adott önnek a vele való találkozás? nagyon sokat tanultam a vezetői stílusából az emberség tekintetében és az elfogadás tekintetében. Minden mindig arra figyelmeztetett bennünket, hogy az éremnek több oldala van, és vizsgáljuk meg folyamatosan, hogy mi miért, és mi miért lehet másként is gondolkodnunk és elfogadnunk, akár azt, amit úgy gondoltuk, hogy merőben elutasítunk. Én ezt tanultam elsősorban vezetőként tőle, de az egész életútja egy tényleg egy példakép a gyönyörű családjával, a feleségével, a gyerekeivel, az unokáival, és azzal a hitéleti tevékenységével is, amit végzett, hiszen hittel, szeretettel élte le az életét gyönyörűen. Polgármester asszony, nézzünk most meg együtt egy megemlékező videót róla. Több ezer emberi élet megmentése, számtalan korszerű eljárás, számos elismerés, bölcsesség, odaadás munkája és családja iránt, szeretet honfitársai felé. A végtelenségig lehetne sorolni mindazokat az értékeket, amelyek dr. Svébis Mihályt jellemezték. a Bács-Kiskun megyei oktatókórház intézményvezetőjét nem csupán a családja, a barátai, a munkatársai és a betegei szerették, hanem a Jóisten is, aki magához szólította őt életének 68. évében. A sebész főorvos méltósággal viselt súlyos betegsége után tért örök nyugalomra. Dr. Svébis Mihály 1953-ban született Újhartyánban. 1992-ben főorvosi kinevezést kapott a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban, majd a központi műtő vezető főorvosa, a kórház orvosigazgatója, majd az általános sebészeti osztály osztályvezető főorvosa lett. 2007. január 1-től Kinevezett főigazgatóként vezette a Kecskeméti megyei kórházat egészen halála napjáig, betegségét példamutatóan viselve. Rendkívül fontos volt neki nemzete Rendszeresen szervezett és végzett egészségügyi szűrővizsgálatokat Erdében, ahol tiszteletbeli székelyé is avatták. Feleségének, Juhász Mártának odaadó férje, két lányának és két fiának szerető édesapja, öt imádott unokájának pedig büszke nagypapája volt. Dr. Svébis Mihály pótolhatatlan veszteség az ország, az egészségügy és családja számára. Kecskemét szívével együtt dobbant az övé is. Emlékét örökké őrizzük. Ha volt az első közgyűlés az országgyűlési választásokat követően. Talán a legterjedelmesebb napi rendi pont a város zárszámadása volt, ami ugye jól jelzi a város anyagi helyzetét. Hogyan zárta 2021-et Kecskemét városa? Továbbra is azzal tudunk szolgálni a kecskemétieknek, hogy amit ránk bíztak vagyont, azt nem, hogy őriztük és védtük, hanem gyarapítottuk is a 2021. évben is. Miközben a világ teljesen a fejeteteire állt, én azt gondolom, hogy a mi csapatunkkal és a város minden egyes munkatársával együtt megőriztük a városunk stabilitását, fejlődését, kiszámíthatóságát, és ez világosan látható a számokból is amit a 2021. évi költségvetési terv elfogadásakor tervszámokat elfogadtuk, azokat nem teljesítettük, hanem gyarapítottuk is, hiszen a bevételeink az év végére növekedtek, és a kiadásaink pedig, hát aki ismer engem, a kiadásaink pedig nem növekedtek, hanem csökkentek, tehát prudens módon továbbra is mértéktartóan őrzöm és vigyázom a város pénzét. De természetesen azt gondolom, hogy nem mondhatjuk el, hogy nem jutott volna mindenre, hiszen azért a megfelelő mértéktartó színvonalon mindent üzemeltettünk, mindent fenntartottunk. Lehetne sok helyen sokkal többet költeni, de nincs annyi pénz, ami eleg, elég lenne sok mindenre. Én azt gondolom, hogy a nagy dolgokat, amit ígértünk, azok elindultak és látványosan célba érnek. Ugye a legnagyobb. Egyik legnagyobb tétel a tavalyi évben, és ebben az évben is az útépítéseknek a fejezete, hiszen látjuk most már, hogy az a korábbi évek költségvetési visszatartása, amit megspóroltunk, azokat az útépítésre tudjuk most egyszer egy nagyobb ütemben látványosan fordítani, és ezek meg is valósultak a beruházásaink, amelyek folyamatban vannak, azok sem álltak le, azokat is folytattuk és azt is el lehet mondani, hogy a tavalyi évben a beruházásra és a felújításra fordított összeg az 6 milliárd forint értékű volt, nem kevés összeg. Ez egy olyan hátrányos és hányatott sorsú évben, mint a 2021 is volt. És mindeközben, hogyha megnézzük a város pénzeszköz állományát, az is egy nagyon magas, szabad likvid állománya volt a város pénzeszközeinek. Tehát nem úgy gazdálkodunk, hogy amiről döntünk, hogy megcsináljuk és elkészítjük és ráfordítjuk a kiadást, akkor annak a pénzét azt ameddig nem készül el, addig mi lekötjük, kamatoztatjuk és megfelelő lépcsőfokkal építjük be a költségvetésbe. Nem forgatjuk be a likviditásba, hanem az elkülönítetten van kezelve. Tehát mindig csak arról hozunk újabb döntést és úgy költünk el újabb pénzeket, forrásokat, hogyha töbletként érkezik a költségvetésünkbe. Ez a tavalyi évben látható volt, hiszen a helyi adóbevételek azok ismételten növekedtek. Sőt, az állami támogatásokra is elmondhatjuk, hogy igenis meghallotta a kormány a kérésünket, és azon túlmenően, hogy elvonásokat kaptunk a helyi adóbevételek tekintetében, ott, ahol szűk volt a keresztmetszet, ott a kompenzációt az állam biztosította a város számára. És hát a legnagyobb tétel, a másik legnagyobb tétel, az pedig ugye a bérköltségek, hiszen az a személyi állomány, amivel dolgozik a városunk, közvetetten, mint egy ö, ö, 3000 fő vagy közvetlenül közvetettem pedig ennél többen, azok, ő nekik a bérét, a szolgáltatási díjaikat, a civil szervezeteinknek a folyamatos támogatását, ezt mind-mind biztosította a város a tavalyi évben is, és én azt gondolom, hogy megfelelően maradványjal zártuk a 21-es évet, Úgyhogy ez a maradványérték a következő költségvetés módosításkor is felosztásra kerülhet, tehát egy körülbelül másfél milliárdos többletet sikerült a tavalyi évben még zárnunk és megszereznünk. Az árszámadás tárgyalása közben polgármester asszony egy megdöbbentő összeget tárt a nyilvánosság elé, 132 milliárd forint az az összeg, ami jelenleg Kecskemét város útjainak fejlesztésére fordítódik így a, mostansága napokban, ebben mi van benne ebben az összegben? Igen. Hát ebben úthálózatfejlesztés, és nem csak a városban, hanem a körülölelő térségben is, ami a városunkra negatív hatással van, a mi úthálózatunkra negatív hatással van. Ezért volt óriási nagy jelentősége, és ezért köszönettel tartozom a kecskemétieknek, hogy április harmadikán úgy döntöttek, hogy az a polgári értékrend, az a konzervatív értékrend, amit a Magyarország kormánya képvisel, és vele együtt a város többségi vezetése is, az maradjon. Elsöprő többségű támogatást kapott a Fidesz-KDNP az április harmadikai szavazáson. Köszönettel tartozunk a kecskemétieknek, és ezt jó látni, hogy azért a kecskemétiek többsége látja azt, hogy nem, nem haladunk rossz irányba, lehetnek döcenések, lehetnek problémák, de azt kezeljük idővel, és jönnek az eredmények is folyamatosan, és örülök neki, hogy továbbra is két olyan országgyűlési képviselőt választott kecskemét lakossága, akik hitelesen tudják és jól tudják képviselni városunkat, hiszen elengedhetetlen feltétele, hogy mi hárman együtt dolgozzunk. Egy polgármester a két országgyűlési képviselővel tud együtt csak eredményeket elérni, és az az összeg, amit említettem, ez a 132 milliárdos összeg, ez igenis egy összefogáson alapuló lobby tevékenység, hogy azokat a fő úthálózatokat, amit már régóta meg kellett volna csinálni, hogy a városból a forgalmat egy kicsit elvegyük és csökkentsük, azok most már nyilván vannak. M44-es elkerülő szakasza, ami Elviszi a forgalmat a városnak. Ugye most ilyen pillanatban a 44-es teljesen átjön a városon, és úgy tud az ötösbe bekapcsolódni. Na Most ez a 44-es forgalom, ez akkor el tudja kerülni a városunkat. Ugyanakkor a bevezető két ö, lüktető út, ugye a katona teleptérségében nagy körösről kecskemét irányában lévő út, illetve a Dunaföldvári út gyakorlatilag teljes hosszában és a városi szakaszában is megújul, és mindenhez még ugye a belső körúthálózatot is tudjuk kiegészíteni, a Károly Róbert körúttal, a rávezető utakat felújítani. Tehát azért én azt gondolom, hogy ha egy kicsi fáradtságot veszik a kecskemétiek, akkor ezt az úthálózati koncepciót, amit itt az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sok kritika ért, hogy miért nem lépünk benne, mert koncepcionálisan az egységet akartuk kezel kezelni, sikerült, megszereztük a forrást, és most egy hatalmas nagy lépést tudunk ugrani a város közlekedés és úthálózat javítása szempontjából. Soha nem lesz elég, mindig marad olyan utca, ami kátyús marad, mindig marad olyan, amit még javítani kell, de hát ezért élünk, tehát ezért dolgozunk, mindig megvannak a terveink, és ezeket mindig szem előtt tartjuk és folytatjuk ezt a munkát szintén közgyűlés előtti napi rendi pont a Nyíri út folytatásának fejlesztését, ott abban a térségben mi várható. Hát ugye ez is, egy, ez is a koncepciónak a része, hiszen az északi elkerülő elkészült, majd ugye forrás hiányában ki kellett kerülnünk, és át kellett a ladányben egy útra terelnünk a forgalmat, de gyakorlatilag most már ennek a forrása is megvan, és most már a kibbe jövő szakasza a nyíri útnak, a Margaréta körforgalomtól egészen az autópályáig ki tud szélesedni, és a körforgalmak is elkészülnek hozzá, illetve a levezető utak is elkészülnek hozzá, hiszen a Károly Róbert körutat, tehát nem, az, nem, nem egy olyan koncepció volt, hogy na akkor most rázódítjuk az Akadémia körútra, a Nyíri útra a forgalmat, hanem vele párhuzamosan a Károly Róbert körút kisajátítását, építését is elkezdtük, és gyakorlatilag osztjuk az Akadémia körút március 15-ére zúduló forgalmat egy új körúttal, ami az autópálya direkt csatlakozására Jöhet. Tehát remélem, hogy ezt a koncepciót is így látják. A Mária hegyiek szerintem örülnek is, meg nem is, ahogy én érzékelhetem, mert nyilván nagyon jó, hogy meg lehet közelíteni Szilárd burkolatú úton az ingatlanokat és jobb ellátottsággal, de az azzal jár, hogy forgalom növekedéssel is jár, és akkor jönnek a további kérések, de a kérésekben már rögtön, amit tudunk teljesíteni, az a buszhálózat kiszélesítését. Ugye most nem tud arra tömegközlekedéssel, nem tudjuk megközelíteni a területet, ezzel a két irányú úttal már lehetőségünk rá, van rá, hogy akkor becsatlakoztassuk ezt a térséget is a tömegközlekedési hálózatunkba. A további fejlesztéseket nézve, a Kadafalvi bölcsőre fejlesztéséről is döntött ma a testület. Szerencsére Kadafalván mi csak reménykedtünk benne, hogy amikor kijelöltük egy olyan térségé, ahol telkeket osztott kedvezményesen a város, egy kedvező térsége lesz, egy fejlődő térsége lesz városunknak, hát ezt nem reméltük, hogy ez ilyen, <laughs> ilyen népszerű lesz. Nagyon sokan költöznek erre a település részünkre, nagyon közkedvelté vált és az is látható, hogy akik visszaköltöznek Budapestről, mert sok családdal találkozok, akik elköltöztek a városból és Budapesten. Dolgoztak az elmúlt években, de most visszaköltöznek a városba, és itt építkeznek, ide költöznek be. Úgyhogy az óvodát bővítjük, az iskolát bővítjük, most egy újabb pályázatot nyújtunk be a bölcsőde fejlesztésére, a közösségi térnek területet szereztünk, a buszhálózatot kivittük, most már ugye önálló 34-es jelőjárata van ennek a térségünknek is, ennek a városrészünknek is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván step by step, lépésről lépésre, de most már a kadafalviak is látják, hogy az a változás, amit a kiköltözéssel, az odaköltözéssel igényelnek, az szépen lassan beérik. Kecskemétieket mindig foglalkoztatja a közbiztonság kérdése. Kert István, városi rendőrkapitány a 2021-es évről számolt be a testület előtt illetve ehhez kapcsolódóan a térfelügyelőtek kamerarendszer bővítéséről is döntöttek. Mit lehet ebben a témában elmondani most a kecskemétieknek? Hogyan áll kecskemét így a közbiztonság terén? hatalmasat javult a városunk közbiztonsága, és ennek örülök, mert még az első polgármesteri kampányomban ez egy kiemelt téma volt. Nagyon sok észrevétel érkezett, hogy nem teljesen jó a városunk közbiztonsága, és egy sokkal intenzívebb fejlesztést indítottunk el. A térfigyelő kamera rendszer ma már 360 helyen figyeli, a rendbontókat, és próbálja segíteni a rendőrségnek a munkáját. Ezért hálásak is, mert a bűnmegelőzésben és a bűnfelderítésben is komoly segítséget nyújtanak ezek a kamerák, amelyet mi, mint város a saját bevételeinkből, a saját költségünk terhére helyezünk ki folyamatosan, és tartjuk fent ennek az üzemeltetését, ezzel segítve a rendőrségnek is a munkáját. Én örülök neki, hogy ez a közalapítvány, amelyik a térfigyelő kamera közbiztonságért közalapítvány a térfigyelő kamerák kihelyezésével is foglalkozik, és így zászlós hajójaként ezt a projektet már évtizede viszi elkötelezett kuratóriumi tagja van, elnöke van dr. Szabó József úr részéről, és ebben mindig szakmai döntéssel, mindig partnerséggel áll a város felé, és a lakók felé is, illetve a rendőrség felé, és egy igazán profi hálózatot sikerült kiépítetni, amire méltán büszke lehet a város, és a bűnmegelőzés, és a bűn felderítés is. Így adásunk vége felé beszéljünk még arról is, hogy a testület, létszámát, összetételét tekintve mindenképpen változás várható, hiszen ahogy polgármester asszony is a közgyűlés elején említette, dr. Szeberényi Gyula Tamás, ugye a holnapi naptól lemond az önkormányzati képviselői, illetve az alpolgármester tisztségéről, azért, hogy el tudja látni a parlamenti mandátumát. Mi lesz a folytatás? Hát a, a folytatás az a helyi választási bizottság kell, hogy kijelölje nekünk pontosan a menetrendet. Mi úgy számolunk, hogy én azt kértem, hogy miután itt azért nagyon sok feladat van, próbáljuk meg minél gyorsabban behozni az üres helyeket és az üres feladatra a személyeket. Ezért, ha minden jól megy, akkor július 10-én tudunk tartani egy időközi önkormányzati választást, amivel lehet pótolni az önkormányzati képviselői helyet, ami egy üresedik most így ilyen szempontból, hiszen egyéni körzete is volt a polgármester úrnak, most már országgyűlési képviselő úrunknak, örülök neki. És ugye a polgármester személyében pedig azt gondolom, hogy látva a mai zárszámadást, látva azokat a fejlesztési döntéseket, amiket meghoztunk, látva azokat a változást a városban, ami még mindig dinamikájában nem csillapodik, hanem igenis jelen van, és majd, hogy nem erősödik is, szükség lesz arra az alpolgármesteri helynek a betöltésére és pótlására, amit ellátott most már képviselő úr. És szerintem ebben is minél gyorsabban meg kell hozni a döntéseket, mert nem állt le a város változása, a város fejlődése. Szerencsére sok feladatunk van, sok kihívásunk van, és sok-sok fejlesztés áll előttünk, amit ezzel a hatékonysággal és ezzel a stabilitással szeretnék a jövőben is lebonyolítani, hogy ez a kecskemétiek javára váljon. Polgármester Asszony, köszönöm a beszélgetést! Köszönöm én is a meghívást! Kedves nézőink, ennyi férte a mai adásunkba, én mára megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további szép estét mindannyiuknak viszontlátásra!